egészen úgy visszafújt a labdát a szél, gondolom önök is látták. Ez jó labda, többő helyzet, levágódó labda, Pintér Attila tisztáz. Hát egyértelműen a Paksi FC térfélén folyik a játék, szinte minden mezőnyjátékos a Paksi térfélen. 15. perc a mérkőzésen eltelik az első negyed óra, tehát továbbra is 0-0 az állás, és nem egymással, hanem inkább a nagy széllel küzdenek a felek. Mindkét csapatnak ugye égetően fontos lenne a három bajnoki pont, ez nagyon jó. Tököli, leveszi, Tököli! És az első lövés jegyezhetjük a 16. percbe. Obrics a labda mögött, egy ígéretes szabadrúgás, ugye minden szabadrúgás, ami a széllel támogatott Kaposvár végezel a Paks kapuja előtt, ígéretesnek mondhatjuk. Nézzük, akár kapura is lehet, kapura is megy. Csernyászkinak nem okoz gondot, szépen fogja a Paksi portás. Ez befele megy! Nagyon nagyot védett Csernyászki! Tökölinek az üres területbe. Tököli betör a 16-oson belőle. Tököli még, Tököli. Kis Tamás, és nem semmi! Hát szerintem ott felszedték az ütőjét Kis Tamásnak. Éger eltalálta a játékvezetőt, Kovácsevics. Nikolics aztán most már egy jó lövés. Nagyon szép volt, aki megeresztette, nem volt más, mint Kovácsevics. Aztán odahívja magához most Takács játékvezető, Rupner mester, és... Hát nem tudom, szerintem el fogja küldeni a kispadtól. Van a harmadik perc, kapu irányába! Oldalháló, Tököli próbált meglepni mindenkit. Hát Kovács Zoltán nem lette meg, azért megindult a rövid sarok irányába, gyors léptekkel, aztán észrevett, hogy mellé fog menni. Báló. Jó labda, de középre, Tököli átveszi, Tököli előre! A legnagyobb lehetőség a 80. percben! Részesen fogy az idő, és én úgy gondolom, hogy ezzel a 0-0-val most már a Kaposvár kiegyezne. Idegenben hoznának el a vetétástól egy pontot, illetve vennének el tőle kettőt. Paksi FC pedig ismét nem tudna nyerni, de nézzük, Tököli. Nem középen többen érkeznek. Tököli még kicselezi magát helyzetben. Tököli, elevi! Kipattaló, és nincs ott senki! Pintér, Horváth Sanyi. Kötényben tovább, Tököli, hogy Bálo vagy a balján, Bálo átveszi, Bálo elövi, hatalmas lövésvédés, de középre, mi a baj? És kifelé szabadrugás, de miért? Bálo 87. perc, följegyezzük ezt is.